Szentmisére és templomáldásra gyűltek össze a hívek Cserszeg Tomajon, a tomai részen található Szent Anna kápolnában. A keszthelyi magyarok nagyasszonya plébánia hivatalhoz tartozó régi barokk stílusú temetőkápolna átalakítási és felújítási munkálatai több ízben történtek a II. Világháború után és 1993-ban. Szent Anna ünnepén szentelte fel Dunst Ferenc apátévános helyiségben, megáldotta ezt a helyet. A kápolna történetét a híveknek Tán Zoltán plébános elevenítette fel. 1894-ben a kőből épült templom elkészült Szent Anna tiszteletére. Előtte egy fából készült templom állhatott itt, amely kisebb volt és eléggé romos az egykori leírások szerint. Ezt fölszentelte maga az apát plébános több pap kíséretében, akik részt vettek a szentmisén, és természetesen a falu népe közadakozásból készült el. Ez nagyon fontos tudni, hogy a hívek adományából. Az elmúlt 9 évben mintegy 19 millió forintos felújítás valósult meg. Az istentiszteletek helyét dr. Udvardi György, a Veszprémi Főegyházmegye augusztus 31-én beiktatott új érseke áldotta meg. A főpásztor örömét fejezte ki abban a tekintetben is, hogy egyre több településen újulnak meg templomok. Öröm azért, mert amikor egy közösség elszánja magát, hogy meg akarja újítani az Isten házát, azt a hajlékot, ahol az Isten közöttük lakozik, akkor messze többről van szó, mint egy épületnek egy szükséges vagy tervezett karbantartásáról, hanem arról, hogy oly módon akarják szépé tenni az Isten hajlékát, hogy az kifejezze hitüket, ragaszkodásukat, és kifejezze azt az áldozatot is, amivel akarják, hogy a templomuk szép legyen. Ezt mindenképpen meg kell becsülni, mindenképpen értékelni kell. Az érsek atya hálát adott az elkészült munkáért, és Isten áldását kérte mindazokra, akik közreműködtek benne.